Derülfényű szép napot kívánok a kedves tévénézőknek a Puskás Arénából. Hát ismételten a magyar labdarúgó válogatott kis hazánkban ismételten megméretkezik, hiszen ezen a mai találkozón F csoport második mérkőzésén Franciaországgal fogunk most megméretkezni. Hát bízunk benne, hogy győzelemmel fogjuk most viszont elhagyni a pályát. Érkeznek a csapatok be a pályára, be a gyepre, és akkor hallgassuk meg mindkét válogatott nemzeti himnuszát. De miért még meghallgatnak a himnuszokat, köszöntsük egy új kommentátortagot, Karcsi Révén. Szép napot szeretnék kívánni minden kis nézőnek, köszönöm a lehetőséget, így látnak, de előbb hallgatok meg. És miután meghallgattuk mind a két válogatott nemzeti himnuszát, ismertesse Karcsi természetesen a két válogatott összeállítását. Magyar nemzeti 11-ben Gulácsi, Szalai Attila, Fiala Attila, Orbán, Diamond, Frank, Ád, Lovecsics Gergő és a többi társai foglalják el a helyeket, míg a francia válogatottban Lloris, Varane, Kimpembe, Pavard, Kanté, Rabiot, Pogba, Griezmann, Benzema és Kylian Mbappé. Így hát bízunk benne, hogy egy esélyes magyar válogatott győzelmével nagyon jó lenne egyébként győzni a franciák ellen, hiszen utoljára 1976-ban győztük le őket egy barátságos mérkőzés keretein belül 1-0-ra, de egyébként összességében ez lesz a 23. Magyarország-Franciaország mérkőzés, miközben elkezdődött a mérkőzés, amit mi indítottunk útjára, balra-jobbra fogunk mi támadni, jobbról-balról viszont a világbajnok francia válogatott. Szóval ez lesz a 23. Magyarország-Franciaország mérkőzés, ami eddig 12 magyar, 2 döntetlen, illetve 8 veresség a mérlegünk, szóval nagyon, de nagyon kiegyenlített a mezőny is. Egyetlen mérkőzés, ami nem hivatalos volt, az 1969-ben francia U23-as, illetve a magyar U23-as mérkőzés volt, amin 2-2-es döntetlent értek el a csapatok. Hát, Karcsi, mi gondolsz egyébként a portugál mérkőzés utáni vereség után sikerülne felállni egyébként a vereségből? Hogyha a csapatkapitány helyre tudja rázni a csapatot, illetve... Nézzük a helyzetet közben, Sallai helyzetben, Sallai! Megpattan, szöglet! Lloris tudta hárítani nagy bravúra ezt a helyzetet, nézzük is vissza. Visszajátsz a Sallai a labdát. És nagyon jól védett, nem Lloris volt, hanem az egyik védő volt. Így hát nézzük az első magyar szögletet a mérkőzésen. Na nézzük. Szalai Ádám éveli be. Szalai Attila, bocsánat. Reinhesler fejelitől. Lovrencsics. Sigér. Reinhesler. Sigér. Sallai. Sallai helyzetben! Lloris. Lloris. Középen ment. Sajnos Szoboszlainak a sérülés kijújult, ezért nem tudta vállalni az Európa-bajnoki sorozatot, tehát úgy értve nem tudta vállalni ezt a kontinens viadalmat, pedig évelején úgy tűnt, hogy esélyes, de mégsem jött össze. Griezmann helyzetben közben Gulácsi.
A 13. percben volt az első komolyabb lehetősége a francia válogatottnak a vezetés megszerzéséhez. Hát nézzük közben a beadást, a dobást. Kanté. Lövi bele a blokkba, de még nem szabadul fel a válogatott magyar kapu. Griezmann lövi, Gulácsi. Sajnos a tegnapi edzésükön az utolsó edzésükön sérült meg Szoboszlai Dominik. Sajnos. Közlöm, és hát csapatorvos. Szerintem ne nézzük a franciát. És meg Gulácsi megint. Nagyon szép férés Gulácsi Pétertől. Nagyon úgy látszik a portugál meccs után nagyon összesz. Gulácsi Péter, neki siker. De a további 10 csapat. Ugyebár tudni kell, hogy a franciák 1-0-ás győzelemmel hangoltak erre a találkozóra, mi viszont egy 3-0-ás portugál verességgel, de hát minden következtetést nem szabad levonnunk, hiszen minden sorozatnak egyszer vége kell szakadni, közben itt egy lest láthatunk francia részről. Hát hiába ért bele magyar játékos, akkor is befújta a játékvezető, mert az be kell. Egyébként, hogy ezt a francia támadásnál mondtam, a csapatorvos jelentése szerint Szoboszlai Dominik az egészen. Igen, sajnos nem fogja hagyni. És már érte is csinálja meg akkor a magyar válogatott, legalább jusson tovább a csoportból. Érte? Ha nem, én akkor is biztos. És közben Sallai indul, mert nagyon tettes Sallai, ott lehet még a lehetőség, Sallai, Jurisz! Hugo Jurisz! Azt a mindenségét! Ott lehetett volna a vezető találat. Becsúszás volt, de nem maradt továbbra is a franciáknál a labda. Pavard adja be, kifejeljük. Benze már fejjel, odaláló. Egy pillanatra megküld bennem a vér. Szerintem minden szurkolóban megküld. Jó, mert a Karim Benzema fejelte. Az oldalhálóra, így van. Amint Benzema volt, hasonlóan emelkedett, mint Lange. A Real Madrid játékosa. Aki most került vissza, tudom, 6 év után kapta a nemzeti 11. Hát igen, ismételten nem válogatott neki, kapott. Karim Benzema. Egy kisebb, nagyobb botránya. Valbuena-val, de meghívta erre az elvére Didier Deschamps. De hát meglátjuk, hogy a világbajnok francia válogatott hogy fog majd teljesíteni Portugália ellen. Ugyebár ezen a mérkőzés után közvetítjük önöknek a Portugália-Németország mérkőzést. Hát arra is kíváncsiak vagyunk a halálcsoportban, hogy mi lesz. Közben távol jövés! Gulácsi nagybél, hogy maga biztosan fogta ezt a lövést. De hát ezzel nem lehetett mit kezdeni. Jó, 40 méterről. Ez 40 méterről, de hát ez eléggé lapos lövés volt, tehát ez nem volt annyira jó lövés egyébként. Döntetlen egyelőre, azért is egyelőre, mert Benzema fordul le is, Benzema! És Gulácsi végre csak hatalmasat megint. Eddig nagyon jó teljesít Gulácsi végre. Lobrencsics. Ki szeretném emelni? Csallai Roland. Igen, így is van. Nagyon jó kisfia. Szabálytalanság, szabadrugáshoz jut Franciaország. Sárga alap. Vili Orbán kapja a mérkőzés első sárga lapját, Benzemával való szabálytalanságát elkönyvelhetjük, hát ez jogos. Igen, jogos. Na nézd, ez a rendületet Orbán. Ezben láthatjuk, hogy 42-58 Papi helyzetben is gól. Megszerzi a vezetést Franciaország. A 38. percben Kylian Mbappé a gólszerző. Hát azért butaság volt ott szabálytalankodni a Benzemával, és ezzel büntet Franciaország vezet. A francia válogatott 0-1 tehát. 23 éves fiatal titán.
A PSG kiváló labdarúgója gólt szerez Magyarországon. Egyébként még csak 22, hát ez az első gólja a labdarúgó LB-ken. Kylian Mbappé-nak. Ja. Hát ez óriási baj, de legalább 1-0-ra vezetnek Franciaország, minden jó felállni. Így van. Bízunk az izlandi meccsre is, hogy pontosan ugyanez volt a helyzet. 0-1-ről mentünk a fél időre, de utána meg sikerült kiegyenlíteni. Igaz, öngóla, de kiegyenlítettünk. Orbán, Salai. Nagyon jó, Salai. Salai, vissza Salai. Nem volt szabálytalanság, előtt szabályt alkalmaz a játékvezető, Salai nem jó a labda Salainak. Parán. Lépett közben. Egyébként a sajtó értesülései szerint már több klub is érdeklődik, de nagyon úgy tűnik, hogy meg fognak nyerni. Mire gondolsz? Elkezdtek még cikkezni, hogy újabb lehetőség. A 44. percben újabb francia lehetőséget láthattuk. Bocsánat, hogy közbeszóltam, de hát megint Benzema volt az, aki kapura lőtt. Griezmann volt az, bocsánat. Dembélének meg egy utolagos sárga, ez miatt a megmozdulásért. Marad az 1-0-ás francia vezetést. Kimben, de bocsánat, nem belé. Salai, nagyon jó! Salai, ott a gól, Salai, gól! Egyenlít Magyarország a 45. percben! Itt a válasz a francia válogatott góljára! 1-1, megérdemeltük! Egyenlít Magyarország a fél időzárásaként. Gábor Salai. Salai Ádám találatával 1-1. 1-1. Nagyon nagy gól szerzett Salai Ádám. Egyenlítünk, megérdemeltük. És megint gól szerez, még egy ilyen Salai Ádám. Úgy, mint 2016 osztrákok. Most 2021. Gyönyörűen fel van. Nagyon gól. Szép gól. 1-1, megérdemeltük. Véthetetlen bombalövés. És egyelőre úgy tűnik, hogy harmadik helyen áll, fogunk majd végezni, hogyha a németek kikapnak a portugálok ellen. Hú, az anyját. És ezzel véget ér az első 45 perc, amiben gólváltások történtek ebben az első 45 percben, hiszen az első félidő 38. percben Kylian Mbappé találatával egyelőre vezettek a franciák, de utána Salai Ádám villant egyet a félidőben, félidő vége felénél, és ezzel lett 1-1. Hát többet birtokolja a labdát, a francia válogatott helyzeteket is kidolgoz, 8 kapralövése volt a franciáknak, 5 viszont a miénknek, de abból az 5-ből az egyik betalált. Nézzük az első félidő összefoglalóját. Karcsi, kérlek, mondd el a lényegesebb helyzeteket. Salairól a próbálkozását láthatunk, ami egy francia védőről szednek. Majd itt a franciák támadása, ami Griezmann őt kapura, de Lácsi Péter nagy bravúrral hálít. Majd nem álltak le a franciák, 16. percben, hálít nem lövését láthatjuk, amit szépen megint Lácsi Péter. Ki oldalra. Majd viszont most jönnek a fiaink, Sallai Rola. Ne tudja győzni már, de viszont Hugo Lloris nem. Fölé patlant a kezére. Majd most a franciák jönnek újból. Karim Benzema bólintását láthattuk. Ugye mondtam, hogy magasabbra emelkedett, mint Lagardem, de viszont alapra még magasabb volt, így csak helye Júliával tudta eltalálni, majd itt Griezmann bombája, Gulácsi Péter, ahogyan az kell. Itt Küri Orbán, semmi talapos,
szívját láthattuk. Majd ebből következett a gól. Láthatóan Kylian Mbappé szépen kicselezte a magyar védőket, és egy jó 18 méterre rábombázta, amit be is lőtt, ezzel megszerezte az RB-ken az első gólját a 22 éves titán Paul Pogba asszisztjából. Majd itt a 44. 10 man lehetőségét láthattuk ballal, ami mellém. Majd most jön Szalai Ádá bombagolja, és Szalai adta neki a gólpasszt, ahogy láthatjuk. Gyönyörűen ballal a gyengébbik fel a hosszú felsőbe, hálószaggatódó, és hát ott már nem maradtak meg a gól, az is egyszer viszont. És ahogyan láthatjuk, a magyar válogatott cserére szánja el magát, méghozzá Reinhesler Laci fog majd úgy tűnik lejönni a pályáról, és jön fel helyére, mindjárt kiderül, Varga Roland, illetve Bola Bendegúz, a Zalaegerszeg játékosa védelemben is belenyúl, hiszen Lovrencsics jön le a pályáról. Bocsánat, Fiola. És akkor kezdődik a második 45 perc, kettős csere, kettős magyar cserével folytatódik a második játékrész, hiszen, ahogy láthatják, Varga, illetve Bola érkezett a pályára, Fiola, illetve Kleinheslernek ért véget az első, illetve a mérkőzés. Hát bízunk benne, hogy a második félidőt is ugyanúgy jól fogjuk kezdeni, mint a másodikat, tehát a második félidőt is ugyanúgy fogjuk kezdeni, mint az elsőt, abba hagytuk, nagyon szép kapulalövéssel. Hernández a labdával, gólja. És újabb szabálytalanság, de még marad a franciáknak a labda! Egy magyar játékos fejéről kapta, kizmegolás, így van. Szerint lekövetkezik. Na nézzük! Egyébként, ahogy látom, a franciák cseréltek. Pavard, Hernández onnan le is követi, Mövi, Rabiot, és Gulácsi. Gulácsi Péter. Óriási védés. Ez a fiatal ember. Hogyha így folytatja, megtembere lehet. Na nézzük a második szögletet a második fél időben. Előre, még amíg hátra van 40 perc. Na nézzük. Ugye Pogba beadással. És sikerült kicsúszni. És megindul a Szalai. Szalai, végig kell sprintelni, és nem sikerül végig sprintelni. Sajnos Rafa Varant nem sikerült megfutni a Szalai Ádámnak, villámgyors védő a magas rutinóta helyezőt. Újabb szabadrugás lesz a franciáknak, hiszen most Varga Roland is besárgul a mai mérkőzésen, a teljesen jogtalanul szabálytalankodunk itt a második félidőben, most Pogba volt a szenvedő alany. Jogos volt. Na nézzük. Nehogy kapjunk egy. 2-2 a szabálytalanságok egyébként, Pogba beadása. A gyönyörű mozdulat! Gulácsi! Éppen említettem, hogy forrósodik a levegő, de itt meg meghűlt a vér mindenkinek a vérében. Sigér? Egy robotikus mozdulata. Na, ha az bement. Akkor, hogyha mi lőnénk, akkor megtapsolnak, de akkor ez már fájt nekünk. Nagy Ádám összjáték a Bólával, de most már Vargának. Szalai, szép összjáték, Szalai helyzetből, Szalai, gól! 2-1, megfordítjuk a mérkőzés állását az 57. percben. Szalai Ádám góljával, 2-1. Duplázik a jó öreg Szalai Ádám. Na mit lépnek erre a franciák? Gulácsi Péter tapsol. Hát van is mire. Hát, az ő indításából indult egyébként az akciónk, egyébként maradjunk annyiban. A francia nemzeti 11. Ki gondolhatta volna ezt, hogy egy gólnáról fordítani fog a magyar várunk. Egy gyönyörű összjáték a Sallai Roland. Nagyon szép összjáték. Sallai, Sallaival is végül Sallai lövi be a labdát. Ezzel nem tudnak mit kezdeni a franciák, nem tudják ezt levédekezni. 2-1. A Barcelona megirigyelni ezt a tiki-takát. Na 2-1. Nem szabad elkényelmesednünk. Így van. Nem szabad rájuk. Nem szabad. Nem szabad. Hát ahogyan azt még az elején mondták, hogy
hogy hiába vezetett még az izlandok a pócselejtező. Hát nem csak a pócselejtezőre értettem ezt, hanem a 5 évvel ezelőtti csoportmérkőzésünkön. Igen. De még mindig marad a franciáknál a labda. Pape, nem volt szabálytalanság, de még nem tudjuk megszerezni a labdát. Benzema, nagyon jó az Rabiot, Rabiot. Most a beadás is. Hát közben Gulács védett. Így van, Gulács védett is. Hát, hogyha... aki szólni, illetve védekezni. De jó, hát, is. Hát, hogyha így fog megülni az ereinkben a vér, akkor már talán már a mínuszba is átmehetnénk, de egyelőre nem úgy hűl le a vér. Futószalagon szállítják a helyzeteket a franciák, de még ki tudjuk védekezni. Sigér, nagyon jó, Sallai, Szalai, ott a helyzet, Varga, be lehet azt adni, hát Lovrencsicsnek, Nagy Ádám, Sigér, Nagy Ádám, Sigér, szép összeálltek, Sigér, Szalai, mellé. Nem tudott mester 3-as. Azt a műrendségét! Ez is kimarad. Nem tudott mester 3-as. Pedig ott lehetett volna. Ezt is ballal lőtte egyébként Szanvéjára. Na és egy újabb sérre lesz a mieinknél. Méghozzá Sallai. Sallai jön le a pályáról. És jön fel Nikolic helyett Hán János, aki a Paks játékosa. És hogyha jól látom, akkor Loic Négo fog jönni, így is van, Lovrencsics Gergő helyére. Igen. 20-assal és 14-essel lejön. És az a Loic Négo érkezik a pályára, aki oroszlán szint vállalt egyébként, hogy kijussunk az Európa bajnokságra, illetve az NB1 gólkirálya, a Paks játékos, ahogy én említettem, Hán János. Jött tehát a pályára, hogy jaj, üresen hagytuk Pappét! 2-2. 2-2. Nekik csak egy pillanás kell, és Kylian Mbappé duplázik. Kylian Mbappé is duplázik, 68. perc. Itt a két. 2-2. Kylian Mbappé. Ettől féltem, hogy nekik csak egy villanás kell, és egy volt. Hát ami ugyebár az egyik oldalon kimaradt, a másikon bement. 2-2. Na de... De mi van hátra, ami? Én már most büszke vagyok a válogatottra. Én is már büszke vagyok egyébként a válogatottra, szóval nincsen panasz, de hát azért mégiscsak egy Németországgal fogunk majd megküzdeni a harmadik fordulóban. Hát hogyha döntetlen tetszük, akkor esélyesebbnek látszódik egyébként a harmadik hely megszerzése, de hát a Portugál-Németország mérkőzésen fog egyébként eldőlni, hogy akkor a németek búcsúzni kényszerülnek-e a csoportból, vagy nem. Majd kiderül. Na nézzük, Hán János. Nagy Ádám. Szalai felé. Elveszíti. Vigyázzunk. Vigyázzunk, vigyázzunk. Griezmannra. Griezmann, még mindig Antor. Griezmann. És most sikerült megszereznünk a labdát. Szalai Ádám, na indulod, Szalai. Na gyerünk, nagyon szép helyet csinál Szalai. Most a középre Varga, nagyon jó összjáték, Hán János, Szalai, na, lőzve, Varga, Lóris! Micsoda védés francia kapustól. Te jóságoség. Hát kell lenni nagyobb helyzet, hogy megszülessen az a harmadik eldöntő gól? Hát úgy tűnik, igen. Hihetetlen. Mit lennivel a magyar vált? Jó részt, jó részt. Örömmel. 2-1 szögletek aránya egyébként Franciaország javára. Tehát itt 2-2 a mérkőzés állása. Na nézzük, Szalajánti a beadása. Nem jó. Van, még be lehet adni. Most adjuk be középre, nem volt les, kifejelik, de nem jó. Ez továbbra sem jó, ez a labda, de nem kellene szabálytalankodni. Varga Roland. És már sárga lapot. Ő már sárga lapot. Nézzük, és még ki a sárga lap. És ez azt jelenti, hogy Varga Roland kiadja a Németország elleni mérkőzést. Úgyhogy ember hátrányban vagyunk kényszerű.
Marga Roland kiáll a mérkőzésen, aki egyébként cserekként állt be, összeállzott magának egy piros lapot. Elnézést a kifejezésért, de ez nagyon buta szabály. Nem volt. Nem kellett volna. És most kell Griezmann! Guláki. A megint ember eddig. Megint ráfogott csak a társaira, hogy oda figyeljenek. Egyébként a Gulára tolta egyébként. Ki? 10 emberrel a magyar válogatott egyébként. Ezzel a bomba erős franciák ellen. Közben nem fog cserélni, úgy tűnik. Később fog tenni a cserélni. Akkor. Na nézzük. Ja, Nikol, közben most kapjuk a hírt, hogy Nikolic érkezett Szalai Ádám helyére. Mégis csak kihasználta a cserét. Valamit a szövetségi kapitány. Benjamin Pavard. 2018-as VB. Szerzett bomba gólt még az argentinok kívülivel. Nem volt szabálytalanság, az viszont. Marad nálunk a labda. Nikolic. Négo. Négo. Az viszont nagyon nagy jogos szabadrugás. Nézzük, sárga talán. Nem, csak szóba lesz figyelmeztetés. Ez jogos. Jogos. Meg kellett állítani. A támadás sikerült is. Nézzük, Lang Ádám. Végül a szabadul. Nagy Ádám. Nagy. Sikér. Hán. Nagy Ádám. Nikolic. Na, Nikó, nem tud lefordulni, Hán, vagy mi az, Sigér? Nagy, és szabadrugás lesz. Nagyon jó szögből. És ezzel kiáll Franciaországnak az egyik játékosa, és ezzel 10-10 emberrel fogja befejezni a mérkőzést Magyarország, illetve Franciaország. Hát ezzel a szabálytalansággal. Vesznek éppen Bétra. Teljesen jogos a piros. És most sajnálhatjuk, hogy nincsen Szoboszlai. Helyette Szalai Attila végezheti el. Nézzük. Látunk már nagyon bomba szabadrugás, de ilyen közelről még nem. Nézzük Szalai Attila, bele a sorfalba. Na majd a beadás. Vagy a visszapassz, Négo. Négo. Négo alapra. Es. Volt már. Egy. Lépés, közben cseréltek, hogy nem cseréltek a franciák. Ilyen mérkőzést nem láttunk. Az első mérkőzés egyébként, amiben láthatunk kiállítást is. És kettőt is akkor. Kettős kiállítást, igen, kettő kiállítást. Hernández közben a beadással hosszú, és a gólvonalról sikerült ezt kivédeni. Azt a minden Mikulácsi. Ilyen Bóla, Nikó, nagyon jól szedték, Hán, Hán, Emelvény, Joris. Hán János, nézzük is vissza. Hihetetlen. Nikolic, eljutott. Nem védte ki Joris, hanem csak fölé bombázta Hán János. És cseréltek a franciák, méghozzá Digne érkezett, Hernández helyére, illetve Depis. Dubois. 89. perc. Lappé, illesből, Gulácsi is utána meg. Sikerül felszabadítani. Gulácsi perc. Ezt ki kell húzni valahogy. Papét kapásból, Gulácsi meg hatalmas védése volt ez. Hát, hogyha bemegy, ez vége a dalnak, azt tudjuk. Noich Négóról. Nem ment ez vége a dalnak, és ezzel a csoportunknak a kieső jelöltje lettünk volna, az biztos.
Lehet. Kell kibírnunk is, aztán megvan az első pont, vagy éppen az első győzelem, hogyha sikerül Franciaországot megverni. Nikolic, hátra Négónak, nagyon jó. Na nézzük, egy jó beadás, nézzük, gyorsztás gólig megyünk. Négó! Négó! Nikó! Nicolic! Ott van! Eldől a mérkőzés 3-2! Hány János! Hány János góljával eldől a mérkőzés! 3-2! Egy milyen meccsen Magyarország 3-2-re fogja megverni, ha minden jó. Egy olyan mérkőzésen, ami döntően befolyásolta a mérkőzést. Láttunk 2 kiállítást. Nikolic nem anyja gólpasszából, egy sarkazás, aj, de szépen belövi Hán János, az a Hán János, aki gól király lett az NB1-ben. Kicsitapja a labdát, amivel a hetesen futballozó Lloyd Négo elfutott, megindította Nikolicot. Egy percet kell még kibírunk, egyetlen egy percet. Egy fél perc most már csak, nézzük. Most már csak fél perc, nézzük. Nem állunk meg, Nikó, nézzük, Nikó, és szabálytalanság úgy tűnik, és már csak a végső sípszóra várunk, és itt a mérkőzés, vége. Egy drámai mérkőzésen, ahol Franciaország először vezetett, de utána sikerült kiegyenlíteni, tehát megfordítani a mérkőzést, és végül megnyerni a mérkőzést Szalai 2, illetve Hán János góljával. 3-2-re győzünk, és akkor nézzük a teljes mérkőzés összefoglalóját, amit Karcsi fog majd végig mondani. De mielőtt még az összefoglalóhoz érkeznénk, nézzük az mérkőzés statisztikáját, amiben hát több kapura lövés volt a franciáknak, de mi is próbáltunk mezőny fölint kialakítani, hát nem jött össze, de azt kell mondani, hogy egy nagyon-nagyon, de nagyon izgalmas mérkőzésen győztünk a franciák ellen. Így hát most nézzük a mérkőzés összefoglalóját, amit én akarom mondani. Karcsi fog majd elmondani megint. Ezeket a próbálkozások láthatók. Az első fél időben itt láthatók. Vízban lövése, mint Gulácsi, védési óra. Majd hát ugye nem álltak. Francis Frémén, 16. percben Gulácsi védő. Nagy bravúra. Majd most jött egy magyar fiú, Sallai Roland futott Rafa Varán mellett, aki nem hagyta magát, már is Sallai Roland, de viszont a lövés már nem volt ilyen jó, mint a harciassága. Jó, ezt tudta hárítani. Na nézzük, Griezmann itt bal lábával próbálkozni. Gyönyörűen leszette, Gulácsi Péter behúzta, mint ahogy az kell. De itt jön az első gól, Kylian Mbappé. Pogba asszisztjából lefordulott Longárdából, ha jól látta, aki pedig nem hibázott, Kylian Mbappé, és gyönyörűen belátta, hogy Gulácsi Péter nem tudott már. Hát mondhatjuk azt, hogy először így, hogy a vezető, francia vezető, hiszen egy buta szabálytalanság előtt történt egyébként ez. Na de... Szalai Ádám gólját láthatjuk. Egy gyönyörű bomba, amit már nem egyszer mondtam, nem? Tehát ezt százszor is el fogom mondani. Mivel ezzel egyenlítettünk ki. De nézik Abió próbálkozását. Lövi Gulácsi Péter. Aki az én szubjektív véleményem szerint megért. Na de nézik itt. Szalai Ádám gólját ezzel szereztük meg a vezetést egyébként. Ez egy gyönyörű összjáték volt. Ott itt Sallai Roland adta megint a gólt. Na de erre tudok válaszolni a 22 éves csillag, Kylian Mbappé, aki pedig Benzemával passzott össze. Gyönyörűen ott Gulácsi kezei a háló. És itt
dolog próbálkozása, amit nagy bravúra lép. Hugo Lloris. Már itt megjelentette volna a meccset a magyar válogatott, de hát megváltozott ezt a 10 percet. Szabályosan sem látható volt volna. És igen, ez volt a kiállítás. Itt még 10 emberrel játszott a magyar válogatott, egészen 8 percig. Kresznek képet. Partját nézhettük meg, amit a vírus árnyalatba jött ahhoz, ami Kresznek a második volt, és így mindkét csapat 10-10-9 magyar. Ilyen Mbappé próbálkozása, ami egy akrobatikus de a kapupá szakadta felé. Nézzük, 90. Mbappé megint indította Griezmann, majd Gulácsi Péter, és még orra. Majd itt jön a 91. perc gól, a mindent eldöntő gól. Áni János Nikolic sarokkal továbbította hozzá a 25-ös számban futballozó. És még egyszer hozzátesszük, hogy Hán János, az a Hán János állt be, hogy cserekít, aki az NB1-ben lett. Aki bemutatkozó meccsén, bemutatkozó gólját is kötte. Úgyhogy egy nagyon teljesen megérdemelt magyar győzelemnek ünnepelhetünk a portugál ellen. Igen? Most barátom, most belevágok szavaidba, nem elnézést kérdezem. Szalai Ádám lehet, hogy egy csembere megérdemelt. A franciák ellen, Sallei Roland is ugyanolyan értékelése, 7,5-10-es értékelése. Meg Mbappé is. Igen, van. És még egy utolsó mondanatot azért elmondanék, hogy egy apró kis itklás volt egyébként a portugál elleni nyitó mérkőzés, de hát, hogyha a franciákat ilyen bátor játékkal meg tudtuk őket verni, akkor talán még a németekkel sem lenne annyira nehéz ezeket megverni. Így hát karnyújtásnyira, de otthon a harmadik hely nekünk, ami biztos a továbbjutás lenne, de hát majd kiderül az. Így van. Én a Puskás Arénából megköszönöm a megtisztelő figyelmünket, kedves néző. Karcsinak köszönöm szépen az első kommentári élményét a magyar mérkőzésen. Hát miért, mi lett volna más, mint egy Magyarország-Franciaország meccs. Én a Puskás Arénából a végeredménnyel búcsúzunk. Még egyszer, Magyarország. Sziasztok. 3-2. A visszatlátásra, visszatallásra tartsanak továbbra is velünk. Tovább jó éjszakát.